Hát sziasztok, kedveseim! Mati vagyok. Wow! Nagyon örülök, hogy beugrottatok. Nem szeretnék nyersen fogalmazni, de társaság érkezik hozzám, és egy finom süteményt készítek, amihez még hiányzik néhány hozzávaló. Ünnepi malackák! Át kell ugranom a piacra, hogy beszerezzek néhány sütihez valót. Ó, hát ez emlékeztet egy sztorira, amit még anyukám mesélt nekem régen. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer három kismalac és az ő anyukájuk és apukájuk. Ez a kismalac család egy elragadó kunyhóban élt az erdő szélén. Egy napon a három kismalac épp kint fogócskázott a kertben. Amikor a mami malac egyszer csak felkiáltott. Malackáim! Kell nekem egy kis tojás a piacról! Én megyek a piacra! Hey! Én akartam menni a piacra! Nem! Hadd menjek én a piacra, mama! Figyeljetek, kicsikéim! Csak egy kis malac mehet a piacra. Hogyan fogjuk eldönteni, hogy ki megy a piacra, kedvesem? Sorakozó malackáim! Ecc-pecc kimehetsz, mama malac bejöhetsz, cér már a malackára, farkaskom a kalapjára. Jé! Én megyek a piacra és hozok vissza tojást, vajat, sajtot és kenyeret! A kis malac el is indult a piacra, és közben vidáman kifürészett. Mikor megérkezett a piacra, rögtön meglátta a tojástandot. Egyszer csak a semmiből előugrott egy nagy, gonosz farkaskoma. Megvagy! Most aztán bekebeleznek, kis malacka! De aztán nem eszel meg, csúnya, gonosz farkas! Kapj el, ha tudsz! Nem hoztál haza semmit a piacról, igaz? Nem, mama. Peti! Zoli! Gyertek csak közelebb! Azt szeretném, hogy egyikőtök menjen ki a piacra! Engem válasz! Hadd menjek én, mama! Én akarok menni! Sorakozó malackáim! Ecc-pecc kimehetsz! Mama malac bejöhetsz! Cér már a malackára, farkaskom a kalapjára. De jó! Én megyek a piacra! Hey ho, de jó! Megyek a piacra! Hey ho, de jó! Igen, a második kismalac egész úton dúdolászott, énekelt, ugrált, amit csak elért a piacra. Elérkezett a kenyérstandhoz, s mikor megérkezett, egyszer csak a semmiből előugrott a nagy, gonosz, ijesztő farkaskoma. Búhá, megijesztettelek! Most felfallak szőröstül-bőröstül, kis falatka malacka! Nem! Te aztán nem eszel meg, Mr. Csúnya gonosz farkas! Kapj el, ha tudsz! Miért nem szabad a farkasnak bemennie? Úgy érzem, kihagynak a játékból. Nem hoztál haza semmit a piacról. Igaz? Nem, mama. Inkább szeretnék csokis fagyit enni. Zoli! Úgy látszik, te maradtál az egyetlen a testvéreid közül, aki még nem járt a piacon. Érzed magadban az erőt, hogy hazahoz nekem tojást, sajtot és kenyeret? Olyan biztos vagyok benne, hogy felteszem mindhárom malacka ujjamat. Én hazahozok mindent a piacról, mama. Ez a kis malac piacra ment. Ez a malac otthon pihent. Ez a kis malac kenyérért ment. Szaladt haza, miást meglett. Ő pedig iszkolt, wi-wi-wi, egész hazáig. Lejárt az időt, kis malac.
Most aztán nem futkorászok utána többé. Íhes vagyok, és pont te leszel a vacsorám. Ez a kis malac aztán most nagyot rohant, szaladt, a farkas elől sírt, rít, visított, de szerencsére éppen beért a házba, mielőtt a farkaskoma elkapta volna. Feladom! Már sosem fogom elkapni a kis malackákat. Lehet, hogy több szerencsével járok. Ha-ha-ha, inkább csirkére vadászok! Ha-ha-ha! Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a napi mesékben. Remélem tetszett a történetünk a három kis malacról. Ó, megyek is, mert mindjárt elkészülnek a finom ünnepi malacka sütjeim. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig!